2023. május 20-án súlyos közlekedési balesetben elhunyt egy fiatal tardonai házaspár, melynek következtében két kiskorú gyermekük maradt tárván. Felnevelésük így a nagyszülőkre hárul. A tragikus hír hallatára sokan próbálnak meg segíteni nekik, így volt ezzel Tóth Demeter Katalin személyedző is, aki egy jótékonysági sportnapot szervezett az árvák megsegítésére. Az elkövetkezendőkben hallhatják a főszervezővel készült telefonos interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm Tóth Demeter Katalin személyjegyzőt. Kedves Katalin, mesélj nekünk arról, honnan jött az ötlet, hogy ti is szeretnétek segíteni ennek a tardonai házaspár gyermekeinek. Nem ez az első alkalom, hogy rászoruló családon segíthetek. Igazából a munkám által lehetőségeimhez mérten próbálok segíteni a bajba jutottakon, a bajba jutott embereken, családokon, gyerekeken. Több alkalommal is sikerült ez már. A tardonai fiatal házaspárnak a tragédiájára a médiából, igazából a Facebookról értesültem. Nem ismerem személyesen a házaspárt, de úgy gondoltam rögtön, hogy valami úton, módon megpróbálok ismét segíteni. Ehhez nyilván egyedül kevés vagyok, próbáltam támogatókat, segítőket keresni. Egy másik oktató segítségével, Turinszki Solymosi Naimi segítségével összefogtunk, kétfajta óratípussal, illetve a Victory Gym Fitness terem segítségével, és a Sky Studio csapatával, akik a hangtechnikáért felelősek voltak. Tartottunk közösen június 6-án egy jótékonysági tornát. A torna azt gondolom nagyon-nagyon jól sikerült. A nagymamák, nagyszülők, az árván maradt kisgyermekeknek nem tudtak jelen lenni, de a teljes bevétel összegét, ami 227 ezer forint volt, személyesen átadtam a nagyszülők részére, akik nagyon-nagyon hálásak voltak és nagyon örültek ennek. Azt gondolom, hogy hálásak lehetünk a vendégeinknek, mindenkinek, aki részt vett ebben a programban, vagy személyesen, vagy pedig a távolból, de adomány segítségével tudtak segíteni. Azt gondolom, hogy hát ismételten az összefogás ereje az meghozta az eredményt. Ez mindenképpen dicséretes teljesítmény. Hogyan láttad, hogyan álltak hozzá az ügyfeleid, az eddig hozzád járó hölgyek és urak ehhez a kezdeményezésedhez? Hát mindig pozitívan, most is, nagyon-nagyon segítőkészek voltak, nagyon pozitívan álltak hozzá. Aki nem tudott eljönni valamilyen oknál fogva, az esetleges torna belépő árát megpróbálta elküldeni. Volt olyan, aki adomány formájában is adott, tehát pénzt is, illetve volt, aki mellette ajándékcsomagot is küldött, illetve Heves megyéből is tudtunk a gyermekek részére ivóleveket pluszban még adományként szerezni, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki nagyon-nagyon pozitív volt. Nagyon segítőkészek. Kedves Katalin, szívből gratulálunk ehhez a kezdeményezéshez, és hogy egy emberként magad mögé szedted a táborodat, és így segítettél ennek a bajba jutott családnak. Nagyon szépen köszönjük az interjút, és további sok sikert kívánunk a munkához. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönöm még egyszer a támogatók segítségét is. Köszönöm szépen. Keep
So I can keep track of the